betont kevernek a munkások az egykori költségvetés üzem telephelyén. A Start mintaprogramon belül a betonelemgyártóknál is elkezdődött a termelő munka. A raktárépületben a húsvét utáni napokban fogtak hozzá az átereszek és a járólapok gyártásához. Jelenleg dolgozunk egy átereszkészítő sablonnal, egy beton átereszkészítő sablonnal, amit most a szakiskolától kaptunk kölcsön. Azzal a céllal, hogy utána a sajátunkat majd elkészítjük belőle. Természetesen nem egy ilyen sablonnal fogunk dolgozni, hanem szerintem egy 2-3-at fogunk mindenféleképpen csinálni, hogy minél többet tudjunk gyártani ebből az elemekből. Ezek az elemek 80 centi hosszúak és 30 centi az átmérőjük. Ezeket azt tervezzük, hogy majd a városba kerülnek majd elhelyezésre, ezzel a csatornaházatot fejleszteni akarjuk tehát a tisztítását fogja meg könnyíteni. Ezen kívül még gyártunk 40x40-es mederburkoló elemeket, ezeket is majd a városba fogjuk elhelyezni a mostani tervek szerint. A betonelem gyártásban 9 olyan ember vesz részt, akiknek többsége korábban az építőiparban dolgozott. Naponta 8 áteresz csövet és 10 járdalapot tudnak előállítani, a járdalaphoz szükséges sablon pedig saját maguk készítették a munkások. Vannak gépkezelőink, akik ugye felügyelik a betonkeverőnek a működését, illetve ők tartják karban, tehát értelemszerűen ők kezelik a keverőket. Van mellettük egy segédmunkás, aki ugye rakja a keverőbe a megkeverendő anyagot. Beonosztva, hogy 4-5 ember foglalkozik az átereszöntéssel, a 2-3 meg a járalapokat gyártja, de ugye nem kell több ember, viszont ez az átereszöntés, ez kell a 4-5 ember, ugye, mert amikor dolgozik a gép, oda kell fogni, és ez elég komoly erőt vesz igénybe, hogy ezt megcsinálja. Úgy válogatták össze az embereket, meg válogattuk, hogy ugye szakemberek, nehezebb különböző szakemberek, van köztük Ács is, aki ezen sablongyártásban, vagy akár bármilyen zsalú elem elkészítésében tud segíteni itt akár a csarnokban, vagy kint majd későbbekben a városban is, hogyha erre kerül a sor. Vannak köztük kubikosok is, ugye, akik a csatornának a kialakításához értenek. Nagyon-nagyon szépen profin dolgoznak, erre már volt példa is az előző évben. És hát megvan köztük természetesen olyan ember is, aki betanított segédmunkásként dolgozik. De tehát főleg az, hogy ott vannak szakembereink is, akik tényleg értenek ez a munkához. A betonelem gyártók elmondták, nagyon örülnek annak, hogy munkát kaptak a mintaprogramban, hiszen így több jövedelmet vihetnek haza a családi kasszába, mintha csupán segéd kapnának. Munka kell mindenkinek, persze, hát örülünk is neki, még hát csak szeretnénk dolgozni is továbbra is, még hogyha lehetséges, hát. Már mondjuk mindenki, hát abból él, úgyhogy kenyére valót meg kell keresnünk. A munkások a betonelem gyártás kezdetén egy rövid képzésen vehettek részt. A Karacs Ferenc szakiskolából érkezett egy oktató, aki a beton áteresz készítésének folyamatát mutatta be a sablonok tisztításától kezdve az öntés technológiájáig. Egyenlőre mink a betongyártást csináljuk, hát mink rakjuk összefele, szedjük lefele a zsalukat, bontjuk. Úgyhogy locsoljuk, már utalkezelés kell neki, saudét rostálunk hozzá, mert ez muszáj, mert másképp ez, mi nagyon oda kell figyelni, mert másképp ez nem áll meg. Úgyhogy ez közös cél mindenkinek, mert mondjuk jó, munkánk van legalább, úgyhogy ennek örülünk. Túlzásosan nem nagyon nehéz van ez, csak nagy odafigyeléssel, még gondoskodással kell csinálni, mert ez másképp, amint az elejébb is mondtam, ez nem áll meg, csak úgy, hogy most összelökünk valamit, azt ott marad. Ezt nagyon oda kell figyelni mindegyikünknek, mi tudjuk, hogy hát melyikünk, meg már most mit csinál, csavarozza, olajozzák lefele, mert ennek ez a technológiája. Az itt dolgozók nagy odafigyeléssel végzik a munkájukat, hiszen ha túl nedves a beton, vagy ha hirtelen mozdulattal bontják ki a sablonból az elkészült áteresz csövet, akkor könnyen összeomolhat és kezdhetik előről a munkát. Az első alkalomkor, az első nap nem, de második nap már viszont már egyszer megégette a kást, a szánkat, mire levettük, akkor ára így összeborult.
és ezt egyszer újra kell vetni, úgyhogy ilyenre azért kell odafigyelni, mert ha nem mindegy, hogy egyszer vetünk ki, vagy nagyon sikerül. Úgyhogy ez ilyen, azért mondom, újra kell figyelni rá nagyon. A legfontosabb tehát, hogy óvatosan kell dolgozni a betonelemek gyártása során. Az első szállítmányban körülbelül érkezett egy olyan 40 mások cement, hát abból még nem használtunk el még a felét sem, mert ugye nemrég indult be ez a gyártás. Cementből, vagy ócementből, sóderből is meg van rendelve egy nagyobb mennyiség abból. Egy olyan 5-6 köbméter körül jött le, és hát azt már elhasználtuk. Tehát ugye volt már külső munkánk is, mert kellett az előző projektekbe, ahol kialakítottunk csatornákat, ugye fel kellett vágni bejárókat, és onnan már tettünk le átereszeket, nem ezekből az átereszekből, nem azokat még úgy külön vásárolt az önkormányzat, de ott voltak már betonálási munkáink, illetve már egy betonakna is elkészítésre került az kinn a városba. Tehát egyelőre annyit, és ezt az 5-6 köbméter sódát használtunk el eddig jelenleg. De még egy nagyon mennyiséget rendelünk, ugye mellett minél többet akarunk legyártani ebbe az évbe, minél több elemet. Az elemeket földnedves betonból gyártják a munkások 3:1 arányban. 3 lapát sóderhez 1 lapát cementet adnak, és egy kevés vízzel összekeverik, majd ezt töltik a formákba. A járólapokat rázóasztalon, az átereszeket pedig egy speciális géppel tömörítik. Először méretre vágott fóliát terítenek a földre, majd erre helyezik a formát, amit használat előtt összecsavaroznak. Ez az eleje, ez a motoros rész, ez mondjuk ez elég nehéz. Na, hagyd úgy, azt. Először hátulról bemennek a csavarok, ott majd az elejére jön, le lesz kenve. Amikor összecsavarozták a formát, belülről kikenik olajjal. Ezután a közepét rakják bele, majd kijöntik betonnal, és a rázógép összetömöríti, majd néhány perc múlva lebontják róla a formát. Szoktunk vele várni, de ha nagyon sokat várunk, akkor még hozzászíja a közepéhez annyira, hogy nem bírjuk kifele csavarni. Így is 3-4 embernek tartani kell ezt a gépet, mert ez elindul, úgy rezeg, hogy elmegyen arra még 5-6 centivel is, ha nem fogjuk. Még így is minket is ráz, mert csak tartani kell. A raktárépület oldalában már sorakoznak az elkészített darabok, amelyeket folyamatosan locsolgatni kell, hogy jobb legyen a kötése. Elvileg 21 napig köti így a beton, locsolgatni kell, és utána, még utána nem árt, mert még utána még dolgozik. Úgyhogy ezt oda kell figyelni, ezt minimum 21 napig ezt szintekorosan locsolgatni kell. Majd most húznak, egy pár napon még rakjuk, még egymásra, hogy legyen helyünk. Egyelőre tehát csupán ennek a kétfajta betonelemnek a gyártása folyik a költségvetési üzem egykori telephelyén. Amennyiben a későbbiekben felmerül még igény további formákra, azt is meg tudják valósítani a munkások. Másfajta formát egyelőre még nem volt róla szó, de szeretném majd bővíteni, ahogy ugye még elég gyerekcipőbe jár ez a dolog, úgyhogy mi csak ezt a kétfajta elemet gyártjuk, de terv van arról, hogy ilyen járdaszegélyeket fogunk gyártani, ugye, amit a különböző javítási munkákhoz, akár a kerékpárutaknál is fel lehet majd használni. De még erről még nem nagyon volt szó, még először ezt kell beindítanunk stabilan, hogy működjön a dolog. És ahogy majd a későbbiekben fejlődik a dolog, majd úgy tudjuk ezt is majd elindítani, ezeket az elemeknek a gyártását. Tudomásom szerint majd a mérnökök fogják majd megcsinálni, tehát fognak ilyen tervet csinálni, beszintezik a csatornákat, és akkor mi majd ezek alapján, a tervek alapján fogjuk majd ugye a csatornákat megfelelő mélységűre kiprofilírozni, illetve majd ezeket az elemeket elhelyezni benne. A belvíz elvezető csatornákat szakemberek fel fogják mérni, a szintezés után pedig a terveknek megfelelő mélységűre ássák a mintaprogram résztvevői. Ezt követően elhelyezik az árkokban az elkészített betonelemeket. Azt még nem lehet tudni, hogy mennyi betonelemre lesz szüksége a városnak, de amit nem tudnak felhasználni, azt értékesíteni is tudják majd.